bibliai napokat tartottak Mátyfalván és Mezőgecsében. Első áldozók számára szerveztek tábort Szerednyén. Kárpátaljai görög katolikusok a csíksomjói búcsúban. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a Hitélet mai műsorában, amelyben a görög katolikus egyház életébe engedünk be pillantást. Bibliai napokat szervezett a görög katolikus ifjúsági szervezet Mátyfalván és Mezőgecsében. Az ifjúsági szervezet hagyományos programját önkéntes fiatalok vezették. A falvakban 3 napon keresztül tartottak foglalkozásokat az 1-től 6. osztályos gyermekek számára. Korábban voltam segítő a bibliai napokon, és mikor megláttam a felhívást, akkor rögtön jelentkeztem, mivel szeretek gyerekekkel foglalkozni, és szeretek ilyen táborokat segíteni a lebonyolításában az ilyen táboroknak. Ezért jelentkeztem, és amikor lehetőséget kaptam, nagyon örültem neki, és nagyon izgultam, hogy hogy fognak reagálni a gyerekek, fog-e nekik tetszeni a program, nem fognak-e unatkozni, ugye az a lényeg minden nap, hogy ne unatkozzanak, és olyan programokat alakítsunk ki nekik. Minden évben külön témaköré szervezik a foglalkozásokat, ami meghatározza a bibliai napok teljes programját. Az idei év témája a család volt. A gyermekek ennek kapcsán megismerkedtek Jákob és Ézsau, József és testvérei történetével. Az ifjoncokat már reggeltől várták az alkalmakra. Reggel a gyerekek 9 órára érkeznek meg, akkor ugye regisztráció van, beszélgetünk kicsit, aztán táncolnak, vagy táncolni szoktak, azért, hogy egy picit összerázódjon a társaság, aztán van egy előadás, mindig valamilyen bibliai történetből, hogy azért érezzék, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk átadni nekik. Utána van olyan nap, amikor versenyeznek, van olyan nap, amikor kézműveskedünk. A kisiskolásokat nehéz lekötni a nyári szünetben, de sok odafigyeléssel és változatos programokkal meg lehet találni velük a közös hangot. A motiváció is fontos az alkalmak során, amire a szervezők külön hangsúlyt fektettek. Szerintem a gyerekek még annyira nem is figyelnek, mert úgy látszik, de megjegyeznek sok dolgot. Mert idén is visszakérdeztünk a tavalyi témákra, és sokan emlékeztek még rá, hogy miről volt szó mondjuk tavaly. És most is figyelnek, mert ugye ezekért is kaphatnak jutalmakat, ha minél ügyesebbek. A 3 nap alatt az aktivitásukért kaphatnak ilyen krajcárokat, ami úgy működik náluk, mint a pénz, mondjuk, mert 3. napon lesz egy vásár, ahol ezeket beválthatják édességekre, játékokra, vagy írószerekre, ami éppen nekik tetszik. Az alkalmakra nem csak a görög katolikus gyermekeket várták, részt vehettek rajta bármely más vallásúak. Így az összejövetelen ők is megismerkedhettek a görög katolikus hittel. Én úgy látom, hogy alapvetően kétféle jelentőségét tudom megkülönböztetni ennek a bibliai tábor, vagy bibliai napok programsorozatnak. Az egyik a magyarságunkkal kapcsolatos, mégpedig olyan módon, hogy a gyermekek itt olyan környezetbe kerülnek, ahol egymással kapcsolatban meg tudják tapasztalni a magyarságuknak a pozitívumait. Minden egyes programhoz hozzá kapcsolódik valami olyan tananyag, vagy olyan része a programnak, ami arról szól, hogy a saját történelmünkre, saját emlékeinkre reflektálunk, beszélgetünk arról, hogy milyen is magyarnak lenni ebben a mai közösségben, ebben a mai világban. A másik része inkább vallási jellegű, amit meg tudok különböztetni. A másik jelentősége tehát arról szól, hogy ezek a gyermekek itt a kereszténységgel találkoznak. És az az érdekes, hogy már második éve, legalábbis amire emlékszem, második éve fordul elő, hogy nem csak a katolikus gyerekeink jönnek, hanem mivel Gecse az egy vegyes vallású település, tehát reformátusok és katolikusok is vannak itt nálunk. Van úgy, hogy a barátok is eljönnek, és ez abból a szempontból nagyon jó, hogy a gyerekek találkoznak a másik felekezetnek, a másik vallásnak a képviselőivel, és ez elősegíti azt, hogy később, amikor majd felnőnek, sokkal árnyaltabban tudják majd látni a vallások közötti különbséget. Mit jelent ez konkrétan? Azt jelenti konkrétan, hogy amikor ezek a gyermekek felnőnek, akkor felnőttségükre már tapasztalatot szereznek arról,
hogy milyen egy másik vallási közösségben akár a családi, akár a közösségi élet. Amikor eljönnek például hozzánk a református gyerekek, és ez szerencsére oda-vissza működik, akkor megtapasztalják, hogy milyen egy katolikus szertartás, hogyan imádkoznak a görög vagy római katolikusok, nyilván itt nálunk a görög katolikusok, amikor pedig a mi gyerekeink közül mennek nyilván a barátok hívására a református bibliatáborba, akkor pedig ők is találkoznak azzal a mentalitással, azzal a vallási képpel, amelyet a másik felekezet biztosít a számukra. A bibliai napokon a résztvevő gyermekek vidáman tanulhattak az ige tanításáról, és az együtt eltöltött napokban igazi közösséggé formálódtak. Következő helyszínünk Szerednye, ahol első áldozók számára szerveztek hittantábort, majd műsorunk befejező részében Egressy Miklós, Makkos Jánosi parókus mesél Csíksomlyói élményeiről. A beregszászi görögkatolikus esperesi kerület minden évben Antallócon, Szerednye mellett rendezi meg az első áldozók hittanos táborát. Az idők során a rendezvény nagy népszerűségre tett szert a fiatalok között. A nevelőknek nem volt egyszerű dolguk a gyerekekkel. Élménydús volt a tábor, voltunk kirándulni Ungváron, voltunk hegyet mászni, nagyon sok fürdőzés is volt, sok szabadidő, tánc, énekeltünk, tanultunk éneket, flashmobot csináltunk, és a gyerekek is nagyon élvezték. Úgy, az igazság, hogy nevelőként sokkal nehezebb, mint az úgy tűnik, mert részvevőként azt gondolja az ember, hogy hát az nevelők nem csinálnak semmit, és hogy nekik milyen jó, és minket mindig dolgoztatnak, de mikor már így vagyunk nevelő helyzetben, akkor rájövünk, hogy hát nagyon nehéz, mert fenn kell lenni nagyon sokáig, vigyázni kell a gyerekekre, hát saját felelősségünknek érezzük azt, hogy a gyerekek testépsége is megmaradjon. Sajnos idén két törés is volt, az egyik, mind a kettő foci közben, az egyik egy lábúj törés, a másik meg egy kis új kiment a helyéről. De ha ezt így eltekintünk ettől, akkor nagyon jó, nagyon sikerült ez a tábor is, és hát a legjobb szerintem, ami mindenkiben megmaradt, ez az ungvári kirándulás volt. Voltunk, megnéztük a régi falut, a skanzemet, megnéztük a katedrális székesegyházat, leventünk a kriptába, megnéztük Romzsa Tódornak a sírhelyét, hazafele jövet, pedig hát, gyönyörű tájakat láthattunk, és szerintem ez mindenkiben megmaradt. Nagyon sok gyerek ukránul próbált beszélni velünk, de ott mondtuk nekik, hogy beszélnek magyarul, ha ez egy magyar tábor, és utána ők csak magyarul beszéltek, és könnyebb volt nekik magyarul is beszélni. Hát a magyarságot ez biztos, hogy megerősíti ez a tábor, mert azért összetartozunk valamilyen szinten is, és hát ez egy első áldozóknak szóló tábor, és hát ebben a táborban a gyerekek is barátokat, van úgy, hogy nagyon hosszú távú barátságokat is tudnak kötni, és táboron keresztül szerintem megtartják a magyarságukat. Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek barátságosak, és gyerekek szeretik, és tudják, hogy ők magyarok, és nagyon erős ilyen magyarság tudatuk van, és szerintem, ha ezt a tábort folytatni fogjuk, akkor hát biztosítva lenne a kárpátaljai magyarságnak a további léte is. A szervezők a programok összeállításánál két fő szempontot tartottak szem előtt. Az egyik a vallásos nevelés, a másik pedig a természet megismerése, a környezetünk megóvásának fontossága. Egy program, egy nap úgy épült fel, hogy liturgiával kezdtük, kértük az Istent, hogy segítsen minket erre a napra, és a végén zártuk egy imával, és közte meg voltak a első nap volt lelki nap, ott több vagy négy-öt előadás volt, közte kis csoportos megbeszélgetésre, hogy ott is mit gondolnak, mi a véleményük erről a dologra, amit elmondtak nekik, hogy kikérdezzük őket is, hogy kapvizsgálnak-e valamit, figyeltek-e az előadásra, és ugye utána pedig voltak játékok, hogy örüljenek is a gyerekek, ne csak ott üljenek és nézzenek, hogy miért jöttem én ide. És még volt kirándulás is, ami csütörtökön volt, Ungvárra mentünk el, ott megtekintettük a görögkatolikus katedrálist és a skanzemet,
ami az Ungvári vár mellett található. Itt való püspökünknek, Boldog Romsda udvarnak a sírját, ami ott van a katedrális altakitában. Sokat segített nekünk az a dolog, hogy ugye nem volt internet a táborban, és itt a részvevők nem folyamatosan a telefonjukat bámolták, hanem próbáltak közösségi barátokat, barátságokat kialakítani, és ilyen kisebb közösségekben beszélgettünk velük, és úgy érzem, hogy ez a tábor hasznos volt ebből a szempontból is, hogy összehoztuk a barátokat. Még a mai napig is van olyan barátom, akit ilyen programban ismertem meg is. Most is észrevettem, hogy voltak olyanok, akik hét elején még nem is ismerték egymást, pénteken, mert már alig akartak elválni egymástól. Az idén Petrás László atya és felesége vállalták a főszervezői feladatokat. Segítségükre voltak a görögkatolikus ifjúsági szervezet önkéntesei is. Az idén 60 gyermek, az önkéntesekkel és a papnövendékekkel együtt összesen pedig 90-en vettek részt a táborban. Jelen pillanatban egy újítás van ezen a területen, és ennek köszönhetően csak kevesebbet tudtunk fogadni. Volt olyan év, mikor még én is nevelőként voltam ott, hogy több mint 100-an voltak résztvevők, de az időben ez persze majd bővülni fog, hiszen most újítás alatt van az épület ott a központ. Mik voltak a programok? Volt-e valamilyen témája ennek a... Igen, adtunk tábor. Egy témát ennek a hittantábornak, hogy adjunk hálát az Úrnak. Elsősorban próbáljuk a gyerekeknek is bemutatni azt, hogy hálásnak kell lenni jó Istennek, hálásnak kell lenni azért, amit kaptak, hálásnak kell lenniük az életükben sok minden dologért. És erre próbáltuk helyezni hangsúlyt. Ugye ez egy hittantábor volt, elsősorban a pihenésre akartunk koncentrálni, hogy pihenjenek, jól érezzék magukat, de persze olyan jellegű programjaink is voltak, amikor egy kicsit közelebb tudtak kerülni a Jóistenhez. Amellett, hogy olyan saját programokat szerveztünk, amelyel ott a gyerekekkel ugye foglalkoztunk, emellett próbáltunk egy kicsit más irányba is kitekinteni, ilyen táncos jellegű dolgokat bevezetni. Hívtuk a kokasbandát, akik elfogadták a meghívásunkat és eljöttek, közösen tudtunk táncolni, valamint egy kézműves foglalkozási délutáni programra is sor került, amikor is Tiszaújhelyből Molnár Melinda és az ő társasága, társulata jött el, és egy kicsit feldobta, vagy színesebbé tette a programunkat. Az volt fontos, meg az fontos, én úgy érzem egy ilyen hittantábornak a megrendezésében, hogy arra legyünk tekintettel, hogy a gyerekek megtanuljanak a közösségben élni. Tehát nem csak a saját családjukban otthon élnek közösségben, hanem jönnek el, és kicsit érezzék azt, hogy közösségben élnek úgy barátokkal, mint a nevelőkkel, és kicsit közelebb kapcsolatot tudnak kiépíteni, és így a hitükben is egy kicsit előrébb tudnak lépni. Pár éve kigondoltam, hogy jártam szervezőként több táborba, hogy jó lenne egy ilyen csapat összehozó kis tánc, a flashmobnak indul, de ugye kicsit eltér a flashmobtól, aminek az volt a célja, azt akartam, hogy megmutassuk azt, hogy vagyunk, hogy a végén ugye úgy zajlott, úgy terveztem el, hogy első estétől minden este gyakoroljuk magát a táncot, egy ilyen közös táncot, és egyszerre a 70-80 gyerek táncolja azt a bizonyos táncot, és a végére, utolsó estére pedig előadjuk. És azért is volt még azért fontos, hogy első szempontból, hogy összehozza a társaságot, hogy ne csak üljenek maguknak, nem akarnak bevonódni, hogy én nem táncolok, nem szeretek, és itt mindenki táncolt, nem volt olyan, aki ne táncoljon, pedig volt olyan ember, aki gyerek, aki egyáltalán nem jelent a parti harc, de mindegyik gyerek bevonódott, kicsit mozgatta magát, és nagyon jó volt látni, hogy jó érzik magukat, és már várták, kérdezték tőlem másnap, hogy ma este is lesz tánc, úgyhogy olyan jó volt látni ezeket az arcokat. Másik szempont pedig az, hogy tényleg megmutassuk, hogy ez felkerül az internet világába, és hogy megmutatni külső világnak, hogy mi magyarok vagyunk, görögkatolikusok, hogy vannak fiataljaink, gyerekeink, akikkel lehet foglalkozni, és van, akire lehet a jövőt bízni. Könnyű zenei számra történt most először, és szeretnénk, hogyha mi fogjuk továbbra is szervezni ezt az Antalóczi tábort, akkor jövőben is minden évben szeretnénk megismételni, hogy ez egy rendszerességgel történjen, és hogy megmutassuk szerintem, hogy
milyen ügyesek vagyunk. Másik találtunk még ki, hogy hasonlóképpen egy éneket adtunk elő, és minden este elpróbáltuk. Idén ugye első alkalommal az Örökségünk című dalt adtuk elő, és azt is minden este próbáltuk, és olyan jó volt látni, hogy a gyerekek azt is annyira élvezték, sötét volt akkor, bakúval világítottak, megölelték egymást, dúdoltuk a dalt, és azt is a végére olyan jó összekovácsoltuk, és maguktól akarták énekelni, nem kellett őket noszogatni, hogy gyertek már, ne, maguktól is olyan jó hangosan, és nagyon szép a dal. Maga a mondani valója miatt is választottuk ezt a dalt, mert úgy érzem, hogy nekünk kárpátaljai magyaroknak ez nagyon nehéz, ugye itt megmaradnunk Kárpátalján, és ez a dal olyan erősítő én számomra, hogy akkor is magyarok maradunk, akármi történik az országunkban sajnos, de megmaradunk magyarként. A tábor egyik érdekes eseménye a flashmob-szerű rögtönzött tánc lett, amely a táborlakók körében nagy sikert aratott. Népes zarándok csoport vett részt az idei csíksomlyói búcsún, a Kárpátaljai Görög-Katolikus Egyház képviseletében. Élményeiről mesél Egresi Miklós, Makkos Jánosi görög-katolikus parókus. Az ember el szeretne jutni Csíksomlyóra, az ember el szeretne jutni a pápával együtt imádkozni. Ennek van előzménye, mert Csíksomlyón nem először járok, körülbelül 20 évvel ezelőtt jártam először, és most másodjára Csíksomlyón, és egészen más volt akkor a benyomásom, mert akkor egy ifjúsági találkozón vettem részt, és voltunk ott, és bennem már akkor megfogalmazódott, hogy ide Erdélybe vissza kell jönni Csíksomlyóra, és egy búcsúra vissza kell jönni, és meg kell látogatni Erdélyt is. Úgy terveztük az utunkat is, hogy Nagyvárad, Déva, Seggesvár, és Seggesvárnál fölmentünk Csíkszered a Csíksomlyó, és a visszafele utat pedig Észak-Erdélyen keresztül terveztük, hogy bementünk Marosvásárhelyre, Kolozsvárra és Tordára, és onnan jöttünk Nagyváradig és Nagyváradon Debrecen keresztül haza. Milyen volt az utazás, illetve a megérkezés? Hosszú utazás volt valószínűleg. Igen, hosszú utazás volt, készültünk nagyon a pápával való találkozásra, tudtuk, hogy a szervező munka az nagyon kimerítő az ottani fél számára, akik szervezték a Római Katolikus Egyháznál. Előre be kellett jelentkeznünk, és a jelentkezési lapokat elküldték interneten, a belépő kártyákat, amiben be lehetett lépni. Én direkt úgy mentem, hogy a római katolikus testvérekkel, tehát paptestvérekkel egy kis csoportot alkottunk, és közösen imádkozva mentünk odáig, Déván megállván, megszállván, tovább menve Csíksomlyóra, és nagyon készültünk arra, hogy a pápával másnap találkozunk. Na most, mikor az ember elmegy, és tele van várakozással, már úgy mentünk oda, hogy csepergett az eső, néha út közben felhőszakadást is kaptunk, de oda mentünk, mindig reménykedtünk, hogy jó idő lesz. De rádöbbentünk, hogy bizony az időjárás az a hegyekben az egészen más, mint itt a síkvidéken. Nem is készültünk fel rá rendesen erre a nagyon kemény esős időre, hisz azt arra készültünk, hogy ha esetleg süt a nap, azt tudjuk, hogy mit kell tennünk, ha egy kicsit esik az eső, akkor is tudjuk, hogy mit kell tennünk, de arra nem voltunk felkészülve, hogy szakad az eső. És az történt, hogy szombat reggel, mikor felébredtünk, akkor mikor kinéztünk, akkor azt láttuk, hogy nem látunk semmit, mert olyan nagy felhőben volt minden, és szakadt az eső. Na, megpróbáltunk felöltözni rendesen, hogy az esőt kivédjük és fölmenjünk. Nem is volt probléma a bázással, míg el nem jutottunk a hegy lábához, amikor már minden oldalról folyt a víz, akkor alulról is megásztunk, és amikor másztunk felfel a hegytetére, akkor pedig az izzadságtól minden vizes volt rajtunk, úgy kellett fölmásznunk és elfoglalnunk a helyünket. Kedves meglepetés volt, hogy a szervezők nagyon aranyosan és nagyon profi módon megszervezve a beléptető kártyákkal, belépve a szektorokba, ott megnyitották a szektorokat, és mindenki elfoglalhatta nem csak a szektorban a helyét, hanem azt mondták, a szektor közt nyugodtan járhatnak. Ugye mi papok, mi előre mentünk, mert két
ilyen szektor volt előre elkészítve. Az egyik a papi szektor, ahol a papok és a szerzetesek és a szerzetesnők voltak, a másik oldalt pedig a politikusok voltak. És mikor beléptünk, akkor föl kellett mutatnunk az igazolványunkat, és föl kellett mutatnunk a belépő kártyánkat, amiket interneten leküldtek. Úgy foglaltuk el a helyünket 2 órával a pápa látogatás előtt, és az eső nem állt meg, hanem tovább is 2 órán keresztül szakadt. Úgyhogy letettük a kis táskánkat, ráültünk, de járni nem nagyon lehetett, mert a víz annyira feláztatta a talajt, hogy szinte már pocsolya volt minden. És az emberbe így elmerültünk egy kicsit a gondolatainkban, és akkor láttuk, hogy itt vannak az égi dolgok, és mit állunk a sárba, hogy jövünk mi ahhoz, hogy mi a magasságos Istent dicsőítsük. És ami érdekesség, és talán a kegyelme az egésznek, hogy a meghirdetett időre, mikor megérkezett a Szentatya, most el lehet úgy képzelni, hogy én az oltártól olyan 50 méterre állok, és alig látom az oltárt a köttől, és amikor megjön a Szentatya, akkor ez a ködés szépen eloldódik, és akkor az egész nyerget olyan szépen lehetett látni, és kisütött a napocska. És olyan tiszta égbolt volt minden, és akkor láttuk azt a rengeteg tömeget, az a 100 000 embert, aki ott van, és akkor kiabálták, hogy éljen a pápa. És nagyon megható volt a bevonulása a pápának, hisz nem egyenesen az oltára ment, hanem egy nagy kört tett a kísérleti emberekkel az emberek között, ahol mindenki megcsinálhatta a szelfiét, vagy pedig integethetett neki, vagy pedig éltethette a pápát. És mikor elfoglalta a helyét, az oltár mögött beültözött, följött, akkor az ember, hogy, ahogy szoktuk az imakönyvünket is nevezik, hogy emeljük fel a szívünket, hogy felemelődött a szívünk, hiszen nem akárkivel együtt imádkozik az ember, hanem a katolikus egyház fejével, a pápával, aki meglátogatta az ő népét. És ez nagy kegyelem a számunkra, hogy ebben az egységben mi is benne vagyunk, mi görögkatolikus papok, hívek, akik megéltük az elnyomásnak, a kommunista terrornak minden kegyetlenségét, a 30 éven szabadon tudunk a pápával együtt imádkozni, és tudjuk, hogy ő nem felejt el minket, hanem együtt van velünk az imádságban is. Volt-e valami kifejezett érdekesség magában a pápai szentmisében, ami esetleg megmaradt atyában? Igen, tehát mikor a Szent Liturgia elkezdődött, és mikor olyan hangulatban voltunk, hogy az embernek a lelke hamarabb van az égen, és a lába a földen, akkor már az előbb, ahogy említettem, ez nagyon eszembe jutott, hogy mennyire földiek vagyunk, és mennyire égiek. Hiszen, hogyha megnézzük, ott tapickolunk a sárba, és ezt a sárt, amiből gyúrtak minket, abban éljük meg a mindennapjainkat, de a lelkünk az mennyire fölvágyódik. És ez a Szent Liturgia is megmutatta, hogy csak ugyan az Isten, aki megteremtette az embert, az úgy szerette ezt az embert, ebbe a sárba toporgó embert, hogy egy szülött fiát küldött értünk, hogy megváltson minket. Milyen volt a kapcsolat az utitársakkal? Beszélgettek-e erről az élményről, amit ott megéltek Csíksomlyón a pápalátogatás alkalmával? Mit mondtak a többi atyák, hogyan élték meg ők ezt a találkozást? Számokra is nagy kegyelem volt az, hogy Csíksomlyóra ellátogatott a pápa, és magyar közösségnek végezte a liturgiát. Habár ez mindenkinek szólt, de ugye fenn Erdélyben ennek a részén tiszta magyar közösség él, és valahol jelzés értékű számunkra, hogy a hagyományainkat, a hitünket, azt meg kell tartani. Az atyák nagyon örültek nekik, a Nagyváradról jött atyák is, és akik ott voltak, hogy a pápa megtette ezt a gesztust, és Csíksomlyón magyarul mutatja be a liturgiát. A másik dolog, hogy a vendéglátóink, azok egy református lelkész volt. És ez a református lelkész felvázolva egy kicsit a múltat, és felvázolva egy kicsit a jelent, nagyon optimálisan állt hozzá a jövőhöz, hogy bizony elég volt már a csatározásból, amik vannak az egyházak között, hanem ne azt nézzük, ami úgy elválaszt minket, hanem az, ami összeköt. És hát Jézus keresztségében mindannyian egyek vagyunk.